egyénileg tovább növekedjetek, az, hogy közösségben legyetek, még jobban, és szeretnénk azt is, hogy ez a házi Isten tisztelet alkalom legyen az evangelizációra, arra, hogy másokat elérjünk. Most erről szeretnénk még kicsit bővebben beszélni. De azt felírtam magamnak, hogy hát miért is kell ez a házi Isten tisztelet? Hát nem elég van házi csoport, meg Isten tisztelet, minek kell még egy harmadik dolog? Ugye Pál apostol sokszor használja a sportoló példáját, hogy a hívő élet az olyan, mint egy versenyen részt venni, mint sportolni. És akik sportolnak itt, azok tudják, hogy egyféle edzés nem elég. Tehát ahhoz, hogy én a verseny jól teljesítsek, ahhoz kell erőllét, állóképesség, erősítés, kell pihenés is, sokféle edzésre van szükségünk. És hisszük azt, hogy a házi Isten tisztelet ad olyan lehetőségeket, amiket a házi csoporton vagy itt az Isten tiszteleten nem kapunk meg. A hátterében még az van, hogy van több olyan, hogy is mondjam, nem tudom, folyamat, amit észrevettünk, amit Nacival veszélynek tartunk a mai egyházban. És ezek miatt is szeretnénk, ha egy kicsit másképp összejönni. Úgyhogy egy nagyon picit lejjebb húzod, mert úgy hallom, hogy csend, és az van. Köszi. Tehát az első probléma, amit körül szeretnénk járni a házi Isten tisztelettel, az az, hogy nagyon is pásztorközpontúvá váltak a mai gyülekezetek. Ugye a reformáció még onnan indult, hogy Bibliát minden embernek. Péter írja az egyik levelében, hogy királyi papság vagytok. Hogy egyetlen egy közbenjáró van ember és Isten között, Jézus. Mindannyian lelkészek vagytok, mindannyian papok vagytok. És hogy manapság sajnos úgy nagyon elterjedt az, hogy hát majd a pásztort megkérdezem, majd a pásztort tudja, majd ha a pásztor imádkozik, majd akkor az jó lesz. Meg gondoljatok bele, hogy az evangelizáció, az sok embernél azzal egyenlő, hogy el kell hozni a gyülekezetbe valakit. És hát a Bibliában nem ezt látjuk. És valóban hiszem, hogy vannak olyan ige szakaszok, ahol bizony kell hozzá, meg kell kérdezni valaki tanultabb ember, de Isten veletek személyesen akar beszélni. Most csak Zolinak mondom, hogy picit ugrok. Ez a harmadik ige, János 6:45. Ami úgy néz ki, hogy megvan írva a profétáknál, hogy és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az atyától hallott és tanult, az én hozzám jön. Hogyha belgondoltok, amikor elindult az ókeresztény gyülekezet Jézus halála és feltámadása után, nem volt Bibliájuk. Hallották Isten evangéliumát, és ezzel a jó hírrel mentek, és mondták, a szívükbe forgatták. És hisszük azt, hogy ez ma is így van. Hál' Istennek van egy Bibliánk. De Isten mindannyiótokat személyesen akar vezetni. És pont ezért hisszük azt, hogy Isten igéje ma is élő és ható. Hogy amikor közösen tanulmányozzuk az igét a házi Isten tiszteleten, az átformál minket. De János 17:3-ban azt mondja Jézus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hogy a házi Isten tisztelet egy még egy lehetőség arra, hogy Istent és Jézust még jobban megismerjük. Hogy az ő ismeretében növekedjünk. A második ilyen problémakör, ami sajnos manapság jellemző, az az, hogy vagy túl elméletivé válik
a kereszténység, vagy elszellemiesítjük. Nem tudom, emlékeztek-e, most egyébként elnézést, mindenki tudja, hogy mi az a házi Isten tisztelet? Vagy van, aki még így egyáltalán nem hallott róla? Mindenki volt már, legalább egyen, jó. Tudjátok, hogy van ez a pár kérdés, amit felrakunk nektek, amik olyan kis egyszerűnek tűnnek, de többen mondtátok, hogy ez a negyedik kérdés. Ugye, mi az, amit holnaptól másképp fogok csinálni? Hogy hát az hülyeség. Meg hát az minek? Meg az olyan... Igen, az bizony nagyon kényelmetlen, én is szeretem. Tehát mikor ugye Lacival mi egy konferencián hallottunk erről a bibliatanulmányozó módszerről, és mi is így Lacival néztük, hogy hát most ez ilyen nagyon ilyen amerikai, meg ilyen just do it, most akkor csináljuk meg keményen. De ahogy ezen gondolkoztam tovább, azt hiszem, hogy nagyon is biblikus ez a kérdés. A Máté 7.24-ben azt mondja Jézus, hogy aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Tehát, hogy nem elég hallgatni, aki hallja és cselekszi. Ugye másik nagy példa, fogyókúra, diéta. Most az, hogy meghallgatom a tévében, hogy hú, így is így kéne diétázni, attól le fogok fogyni. Tenni kell. És Isten igény is ilyen. Ugyanígy vagy a Máté 7.21-ben, picit korábban, ugye azt mondja Jézus, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyekem akaratát. És manapság sajnos nagyon gyakran, és ezt magamon is észreveszem, tehát ezt most így nem nagyon okosan mondom, hanem tapasztalatból, de nem is gyakran elfordult, hogy hát igen, aki kér, attól ne fordulj el, kér, adj neki. Másnap kocsiban ülök, oda a kordus az ablakhoz, bocs, nem tudok adni, és utána így az ige így eszembe jutott. Aki kér tőled, attól ne fordulj el. Én nem tudtam 20 forintot adni, 50 forintot, vagy valami csokit, ami ott van a kocsiba. Mert mindig annyian kérnek, és elkezdtem számolgatni, hogy hát, az olyan gyakran nem járok a városba, hetente általában két, én ahol én járok, ott hetente általában két ilyen emberrel találkozom. És mindenkinek, ha adok egy 100-ast, akkor az 800 forint egy hónapban, az tényleg akkora teher nekem. És hogy ez nagyon megítélt Isten, hogy figyelj, itt mondtam neked valamit. Vagy hogy kér, attól ne fordulj el. Én meg jól megmagyaráztam. És hogy tök jó látni ilyen példákat, hogy a Bibliában, ahogy olvasgattam, de Dávid története az 1 Sámuel 30. rész 7-11-es verség, majd otthon olvassátok el. Dávid valahol csatában van, közben az amálekiek, egy ilyen szomszédos nép, vagy egy portyázó csapat, betör abba a városba, ahol Dávid lakott, akkor, vagy egy faluba, azt Ciklágnak hívták ezt a falut, és amíg Dávid meg az összes férfi oda van, betörnek, ugye nem volt férfi, háború se volt, fölgyújtották a falut, az összes jószágot, asszony gyereket meg vitték magukkal a zsákmánynak. Dávid visszaér, és hát egy ilyen hatalmas problémával találja szembe magát. És olyan jó látni azt, hogy amikor Dávidnak úgy helyén volt az esze, akkor mit csinált? Oda ment a főpaphoz, ugye ki a mi főpapunk, oda ment a főpaphoz, és megkérdezte, hogy most mit csináljak? Üldözzem őket, vagy ne üldözzem? És Isten azt mondta, üldözd. És 300, talán 300-an voltak, vagy 500-an voltak, és aztán abból páran fáradtak voltak. 300-an végül is egy hatalmas sereget utolértek, és vissza tudták szerezni minden holmiukat. Hiány nélkül. De ez tök jó, hogy amikor megtanulunk Istenre figyelni és cselekedni az ő akaratát, akkor
akkor olyan áldásokat fogunk átélni, amiket nem gondoltunk volna. Azért Dávid életében is látjuk, hogy ez nem megy mindig ilyen könnyen. Ő is volt, amikor úgy kicsit félre hallotta Istent, vagy éppen inkább a saját hangját hallotta. És nem tudom, mennyien ismeritek az Agymenő című sorozatot. Mostanában megy. Big Bang Theory az angol neve. Szerintem esztetlen vicces. Amikor én még ugye a mérnöki körökben mozogtam, akkor egy az egyben ilyen dokumentumfilmként éltem meg. Tehát négyen vannak bele, négy mérnök srác, akik így egymás közelében laknak. Egyik srác az ilyen abszolút így. Tehát az, hogy beköltözik hozzá a haverja, ahhoz van egy 150 oldalas együttlakási szerződés. Hogy ki hol tárolja a fogkefejét, hol nyomhatja a fogkrémet, mikor lehet fürödni óraperctől órapercig, tehát ilyen a srác. Egyik nap megbeszélt, hogy elmennek úszni. És délután felhívja a haverja a srácot, hogy figyelj, Sheldonnak hívják, figyelj Sheldon, tudsz egyáltalán úszni? Hú, persze, ma délután megtanultam. Igen, az interneten megnéztem. És akkor ugye visszavált a kép, és mutatják, hogy egy YouTube-on néz egy videót, és közben a földön fekve úszik. És hát 5 perc alatt megtanult úszni. Utána már nem mutatják, hogy mi van akkor, amikor vízbe kerül, de azt hiszem, hogy elmerül. És hogy valahogy így vagyunk mi is. Ahhoz, hogy megtanuljunk Istennel járni, ahhoz bele kell csobbanni a vízbe. És furcsa lesz. Meg lesz, amikor elmerünk, lesz, amikor vizet nyerünk. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, ami így elsőre. Uram, vezess! Tú, így kell, hallom Isten hangját, megyek. Jézus azt mondja a János evangéliumában, hogy én vagyok a jó pásztor, és az én juhaim hallják az én hangot, és ismerik az én hangomat. Tehát, ha a házaspárokat megkérdezném, hogy mikor volt az, amikor elkezdték megismerni a kedvesük hangját? Azért az nem elsőre. El kellett tennie több találkozásnak. De most már tényleg az van, hogy akár telefonon keresztül, vagy a szoba túlsó végéről is szól, hogy drágám, már pontosan ismerik a hangját. És hogy vagy igen, vagy a másik, ugye anya, rögtön tudjuk, hogy melyik gyerek. És hogy ehhez idő kell. És hogy erre szeretnének bátorítani titeket, hogy ne féljetek belecsobbanni a vízbe. Lesz, amikor nyerünk egyet. De hogy azt hiszem pont így harmadik pontként, pont itt látom nagyon fontosnak az, hogy a házi Isten tiszteleten közösségben vagyunk. Mert ugye úszásnál is mire van szükségünk? Úszásnál is arra van szükségünk, hogy legyen ott valaki, aki segít az elején. Gyere, próbáld ki, megtartalak, aztán egy jobban elenged. És hogy amikor közösségben vagyunk, egy szerető közösségben, akkor az pont erre szolgál. Vagy amikor az én hitem gyenge, akkor ott van valaki, aki segít. Amikor én elbizonyítom, hogy hú, most ezt a munkahelyemet, hogy is kéne megoldani ezt a problémát, vagy most a suliba, hogy most ez puskázás, vagy nem puskázás, vagy meddig mehetek el. Akkor ott egy közösség, ahol ezt megbeszélhetem. És nem kell attól félni, hogy noha, tűző ekkora hülyeséget már, hogy mondhatsz, és... hanem egy szerető közösségben vagyunk együtt. Ugye említettem, hogy hajlamosak vagyunk arra is, hogy ilyen nagyon szellemivé tegyük a kereszténységet. Hogy hát az jelenti hívőnek lenni, hogy így ide járunk a gyülibe, meg imádkozunk, Bibliát olvasunk. De az igében azt látjuk, hogy erről sokkal többről van szó. Jézus azt mondta, hogy ha valaki ennek a kisgyereknek az én nevemben egy pohár vizet ad, nekem adott egy pohár vizet. A szolgálat,
vagy ugye máshol az Efézusi levélben azt olvassuk, hogy Isten műalkotásai vagyunk, remek művei, akiket elkészített, hogy azokban a jó cselekedetekben járjunk, amiket ő elkészít előre. Tehát, hogy Isten, ahogy megyünk az életútunkon, elénk rak apró kis dolgokat. Állsz sorban a valamelyik bevásárlóközpontban, és látod, hogy öreg néni bevásárol, ott egy halom cucca a vásárlókocsijába, hogy próbálj kirakosgatni, és odalépsz, hogy segíthetek, és segítesz kipakolni neki. És meglátod, hogy milyen szép mosoly lesz a jutalmad itt a Földön. Hogy Isten egy csomó ilyen jó cselekedetet elkészít. Vagy valakit fölhívsz a Gyuriból, hogy figyelj, nem láttalak 2 hete. Jól vagy? Hogy tudok neked segíteni? És ezért szeretem például a férfi alkalmakat is, hogy nagyon gyakran valakinél kerítést festünk, kertet rendezünk. És hogy a házi Isten tiszteleten is ezt láttam, hogy ez olyan jól tud működni, hogy együtt vagyunk és törődünk egymással. Végül, vagyis hát még nem végül, meg azért már egy oldal. Három-négy hetet tanítottam, és megemlítettem azt, hogy nem tudom, észrevettétek-e, hogy nagyon kevés embert ért meg mostanában. Nem csak itt, úgy általában keresztény gyülekezetekben. És ezen sokat imádkozom, Lacival is sokat beszélgettünk, más vezetőkkel, más keresztény vezetőkkel is, hogy mi lehet ennek az oka. És ugye a 90-es évek elején utcai evangelizációk tök jól működtek, kimentél az utcára, mindenki ilyen, mi ez kereszténység, meg még akkor ugyanúgy nyitottak voltak Buddhára, mindenre is, de a kereszténységre is. Aztán ez úgy betelítődött, mert kimész az utcára, akkor ilyen szórólap, olyan szórólap, ez akar veled beszélni, az gyűjt adományt, és így hagyjanak békén. Tehát manapság, ha valakinek azt mondod, hogy ezért gyere el gyülekezetbe, akkor ugye nagyon gyakran ilyen negatív tartalma van, hogy ilyen ilyen szektárs, vagy ilyen templomban nem járok, szektárban meg nem akarok. És akkor most mi? És hogy mi volt az a nagy parancsolat, amit Jézus adott? Máté 28:19. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Nem azt mondta, hogy tegyétek keresztényé őket. Vagy golgotássá, vagy baptistává, vagy katolikussá. Tegyetek tanítvánnyá minden népet. Nem is azt mondta, hogy rángassátok el Gyülibe és térítsétek meg. Tegyetek tanítvánnyá. És hiszem azt, hogy a házi Isten tisztelet egy olyan közeg, ahol mi magunk jobban tanítvánnyá válhatunk, valamint ide másokat is meghívhatunk. Páran megjegyezték, hogy hát ezek a kérdések, ezek olyan primitívek. Most mit mond Istenről? Mit mond az emberiségről? Mit mond rólam? Pont ez a célja ennek az egyszerű bibliatanulmányozásnak, hogy próbáljátok meg azt, a házi Isten tiszteleten, hogy felejtsétek el mindazt, amit így a Bibliából tudtok. És nézzük meg, hogyha csak ez a kis töredék lenne a kezemben. Ha most csak ennyi az, ami elérhető számomra Istenről, akkor mit tudok meg róla? És hiszem azt, hogy nagyon sok újdonságot fel fogok fedezni. Valamint, ha meghívtok nem hívő barátokat, és erre hagyj bátorítsak titeket, hogyha vannak érdeklődő ismerőseitek, akkor nyugodtan szóljatok nekünk, hogy figyeljetek, össze szoktunk jönni egy csapattal, hívő emberek, és a Bibliát tanulmányozzuk. Ó, hát ahhoz én nem értek. Figyelj, mi se értünk. Egy ilyen kis szakasz van, amit átolvasunk, és talán megpróbáljuk megbeszélni, hogy miről van szó. De ezért is mondtuk azt a házi Isten tisztelet vezetőknek, hogy ne tanítsatok. Tanítást azt itt a gyülekezetben hallottok eleget szerintünk, meg interneten annyit tudtok hallgatni, amit szeretnétek, de hogy ebből beszélgetés legyen. Mert én tényleg hiszem azt, hogy aki még életében nem fordít Bibliát a kezébe, az, hogyha bejön és
hall egy ilyen kérdést, hogy itt ez a szöveg, ez, ha Isten létezi, akkor szerinted mit mond róla? Erre tud válaszolni. Nem fog zavarba jönni, nem fogja kívülállónak érezni magát. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy reménységünk, meg nagyon nagy reménységünk, hogy ez a házisten tisztelet tud így működni. Egy olyan ajtóként, ahol aki még egy gyülekezetben nem jön el, vagy egy Isten tiszteletben nem jön el, mégis átjön szívesen beszélgetni egyet, meg együtt enni veletek, együtt lenni. Úgyhogy így zárásként még szeretnék János evangéliumából felolvasni egy pár igét. Még ebben vagytok? Igen. Tehát János evangéliuma 13. részéből lesz több ige szakasz. Jézus, jól tudva, hogy az Atya minden kezébe adott, és hogy az Istentől jött, az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülködötte magát, azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni azzal a kendővel, amelyre körül volt kötve. Miután megmosta a lábukat és felvette felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mostatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyétek. Bizony-bizony, mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Arról, hogy gyülekezetbe járunk, nem fogják megtudni, hogy Jézus tanítványai vagyunk. De itt is vannak klubjaik, összejöveteleik, buliba ők is el tudnak menni. Arról, hogy Bibliát olvasunk, nem fogják megtudni, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Mindenkinek megvan a maga kis szemkönyve. Arról, hogy dicsőítő dalokat éneklünk és hallgatunk, nem fogják megtudni, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Nagyon sok szép dal van a világban. Arról, hogy melyik felekezethez tartozunk, nem fogják megtudni, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Nagyon sokféle felekezet van. Arról, hogy szeretjük egymást, meg fogják tudni, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Jakab azt mondja, hogy ne szóval szeressünk, hanem cselekedetekkel. És annyira jó látni ebben a közösségben, hogy ezt teszitek. És ebben csak tényleg hagy bátorítsa titeket, hogy valami nagyon, nagyon szép dolgot végezik közöttünk Isten lelke. Hogy annyi jól látni, hogy szerettek egymást, töröttök egymással, akár a női kör, idősebbek, fiatalok, fölhívják egymást, vagy éppen Facebookon üzennek egymásnak. És tök jó ezt látni. Ebbe akar Isten minket tovább vinni. És miért is olvastam fel a lábmosást? Nagyon gyakran szeretnénk, főleg ugye a mai világ körülnézünk, nekem mindig olyan vicces egy-egy főiskola mellett elmenni. Múltkor a közgáznál találkoztunk, és így jöttek ki ugye a lányok az ajtón, és tehát mintha egy ilyen divatmagazint lapozgatnál. Igen, Hallandel, igen, Zara, tehát így jöttek ki a csajok, minden tökéletes, megcsinálva, srácok is, a ing, a ilyen nadrág, ilyen cipő. És egy ilyen világban élünk, ahol így ez a menő, hogy úgy nagyon minden pontosan, szépen, tökéletesen, az autó csillogjon, a lakás ragyogjon. És Jézus ebben lép be azzal, hogy,
azt a lábat meg kell mosni. Az koszos, ahhoz úgy nem jó hozzáülni. És ezzel ugye példát, egy példázatot mutatott neki Jézus, hogy amikor testvérként együtt vagyunk, akkor elő fognak jönni olyan dolgok, amihez nem olyan jó hozzányúlni. Mert mi van akkor, ha tényleg valamiben pétkeztem, valamit rosszul csinálok? Legyen az munka, gyereknevelés, Istennel van a kapcsolatom. Akkor szükségem lesz arra, hogy valaki másra jön és kicsit úgy megmossa, lemossa azt a koszt onnan. És tényleg, hogy bátorítsalak erre titeket tovább, meg magunkat, hogy gyakoroljuk ezt a közösséget. Gyakoroljuk ezt a közösséget, ahol szeretjük egymást, mert erről a világ, a barátaink, rokonok, munkatársak meg fogják látni, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Ezt szerettem volna elmondani, röviden. Tehát a háziisten tisztelet lehetőség nektek arra, hogy egyénileg növekedjetek, hogy közösségben legyenek egymással, és egy nagyon jó alkalom arra, hogy érdeklődő barátokat, rokonokat, ismerősöket hívjatok meg. Pont ezért szeretnénk, hogy legyen egy egyszerűbb, egy kicsit kisebb dolog, és egyszerűbb dolog, mint ami itt zajlik. Ezért mondtuk, hogy ha elhagyjátok a dicsőítést, nem baj. Ha elhagyjátok az úrvacsorát, nem baj. Tanulmányozzátok az igét. Beszélgessetek lehetek közösségbe. És hogy ebből, ahogy szeretjük egymást, látható lesz az, hogy kinek is a tanítványai vagyunk. Imádkozzunk, aztán visszaadom a szót Lacinak. Jézus, köszönjük, hogy Te nem vallást alapítottál. Köszönjük, hogy nem egy szabálykönyvet adtál, hogy ezt tegyétek naponta ötször, és akkor jó lesz. Arra hívtál el, hogy veled járjunk, és a Te tanítványaid legyünk. És azt is annyira köszönjük, hogy láthatjuk a Te ígédben, hogy minden tanítványoddal másképp bántál. Mert tudtad, hogy másra van szükségünk. És köszönjük, hogy pont ezért velünk is egyen-egyenként törődsz. Mert tudod, hogy máshol vagyunk az életben, a hitben, másféle nehézségeink vannak, másféle örömeink. Úrunk, azt is megvalljuk, hogy magunktól nem tudjuk szeretni egymást. Vagy legalábbis úgy, ahogy Te szeretted, úgy nem. Mert nekünk idő után betelik a pohár. Meg valamihez már inkább nem nyúlnánk, nem közelítenénk. Kérünk, hogy add a Te lelkedet, mert tudjuk, hogy a Szent Lelked gyümölcse a szeretet. Hogy így a Te lelked által tudjuk úgy szeretni egymást, hogy ez egy ilyen hatalmas fényszóróként ragyogjon ebben a sötét világban. Urunk, annyira köszönjük, hogy Te nem rabszolga munkára hívtál el, nem arra, hogy még keményebben küzdjünk, arra hívtál el, hogy veled járjunk, hogy Te nem azért hívsz be minket a medencébe, hogy belefulladjunk, hanem az a célod, hogy átéljük az úszás örömét. És ezt szeretnéd, hogy átéljük azt, hogy milyen jó is veled járni, hogy valóban azt a beteljesedést, amire vágyunk mindannyian, azt benned találjuk meg a veled való életben. Szeretnénk mindazzá válni, amivé Te formálsz minket, és kérünk arra, hogy így használj minket egymás életében. Adj alázatot, hogy amikor valaki megmossa a lábunkat, azt el tudjuk fogadni, és adj szeretetet, hogy ne kritizáljuk a másikat, hogy milyen koszos a lába, hanem szeretetben, csendben meg tudjuk mosni. Köszönjük, hogy,
hogy mindez rólad szól. Hogy te vagy az, aki rajtunk keresztül mindezt végzed. Köszönjük, hogy így mehetünk neki a következő hétnek is, hogy te azt mondod, hogy veled vagyok minden nap. Akár hegytetőn jársz, akár völgyben, ott vagyok veled, és fogom a kezed. És tudom az én terveimet. Urunk, ezt hadd tanuljuk meg, hogy bármilyen körülmények között vagyunk is, hadd nézzünk rá, hadd kapaszkodjunk beléd. És köszönjük, hogy te vagy a biztos alapja az életünknek. Kérünk áld meg most a közösségünket is, és köszönjük, hogy itt a te nevedben összegyűlhettünk. Legyen meg a te akaratod, és jöjjön el a te országod. Köszönjük, hogy tiéd minden hatalom, és tiéd a dicsőség is mindörökké. Amen. Amen.